jobb a kapcsolatunk, mint valaha. Tehát a házasságunk alatt bármikor. Mikor lesztek ismét egy pár? Valóságos az, hogy iszonyatosan jó kapcsolatunk, tényleg jól működünk együtt, mint szülők, aztán, hogy lesz-e ebből valami, vagy nem lesz, hát ki tudja. Soha nem mondasz, hogy soha, én már tényleg ezt mondom. Én is azt látom, hogy olyan szépen beszélnek egymással, egyszerűen a harmónia van, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egyszer igen. Nekem most kérték meg a kezemet. Gratulálok! Nem a felki. Két hete, hanem a Bodó Imi, aki a Fuss család Fussban, ugye ő nyerte meg a csapatával a műsort. Én rengeteget buliztam, meg mentem, meg én elkezdtem elhinni tényleg így a mai világnak azt, hogy egyedül is jó, meg kemény csaj vagyok, meg majd én egyedül fönntartom magam. Egy olyan ördögi kerékben igen, voltam, hogy tényleg egyszerűen egy olyan nyugalom van most, és kiegyensúlyozottság az életemben. Egy másodperc. Ilyen az élet mai vendégei, Tápai Szabina és Tápai Andi Fodrász. Andi Fodrász a Szabina. Szabina olyan 2 éve lehet, hogy nálunk voltál. Nem lehet, itt voltam. Volt. Köszi, hogy emlékszel rá. Jaj. 15 hónap van a tesóm is én köztem. És én mindig nagyon akartam neki segíteni, már amikor megszületett anyukám a mai napig mondja, hogy hát én már pelenkáztam 1,5 évesen, meg minden. És azzal, hogy én ennyire a középpontban próbáltam lenni, azt kompenzáltam, hogy ugye megszületett a húgom, és egy kis figyelmet nyilván veszít a nagyobb testvér, és ugye ez így beleégett az emberbe. És ezt azért ebből szerettem volna egy kicsit, ezt úgymond feldolgoztam, most mondhatjuk így, mert az embernek régi apró traumáit, ezt lehet így nevezni, azt azért fel kell dolgozni, és vissza kell menni, hogy vajon miért csináltad ezt? Hát azóta azért sok minden történt veled, ugye ott lehetett érezni a szavak mögött, hogy nincs minden teljesen rendben az életeddel, aztán ott kiderült, hogy Kucsera Gáborral a férjeddel külön utakat választottatok. Mikor lesztek ismét egy pár? Jó kérdés. Hát, ki tudja. Hát, ki tudja? Azért, mert a Pucsi volt nálunk. Igen. És azt láttam viszont az ő arcán, hogy hála jó Istennek az első viharok után már a jóba vagytok. Az így kemény, amikor így esténként ülsz, aztán potyognak a könnyeid, mert hiányoznak a gyerekek, és akkor nem lehetsz velük, mert hogy igen, és akkor ez ne. De ez egy tök jó ilyen önértékelési dolog, amin át tudtam menni, és ez kellett, és sajnálom, hogy ez kellett, hogy ez így észhez térítsen, de hát valakinek kellenek ilyen nagy pofonok. Rendkívül jó a kapcsolatunk. Én még azt is megmerem kockáztatni, hogy és szerintem, mintha ő is ezt említette volna, mert megnéztem azt az interjút, nagyon szuper lett, hogy talán jobb a kapcsolatunk, mint valaha. Tehát a házasságunk alatt bármikor. Ez egy ilyen jó tanulópénz volt. Ez a 10-11, én már nem is számolom hány év. Igazából a múltkor valaki kérdezte, Isten, igazából 21 éves korom óta ismerem, és hát össze kellett rázódni. Szülőként rendkívül jól funkcionálunk. Kucsi olvasatát tudjuk, elmondta, ugyanezen a kanapén ült egymaga, és nagyon vidáman nyilatkozott, Lacira visszatekintve, igen. Meg kell mondjam, hogy megnyugtató volt, nagyon jó kisugárzása volt. Szerinted miért lett sokkal jobb a kapcsolatotok? Megosztunk egymással mindent, amit egyébként egy normál házasságban meg kellene, és már talán el is fogadjuk egymás tanácsát. Ebben nagyon-nagyon sokat fejlődtünk. Valahogy mára például lett köztetek egy zseniális munkamegosztás. Ki mikor, mit csinál, hogyan, ki viszi edzésre, ki hozza, stb. Abszolút, egy szuper rendszerünk van, hogyha valakinek bejön valami, egyből tájékoztatjuk a másikat, hogy figyelj, nekem most ez lenne, most például mondtam neki... Miatta vagyunk itt. Egyébként miatta vagyunk itt, mert mondtam neki, hogy figyelj, jönnék szívesen, Vanda felhívott, hogy bejövök-e, nyilván bejövök hozzátok szívesen beszélgetni, és akkor mondta, persze, megoldom a gyerekeket, és egyébként most anyunál vannak, mert közben neki is bejött valami, tehát így családiak, sőt, Andi is szokott vigyázni a gyerekekre, úgyhogy családilag, bocsánat, csak kimondom ezt a szót, rendkívül jól összehozzuk azt, hogyha ezt a 3 gyerköznek a koordinálását, igen, akár edzésre, akár iskolába. Úgyhogy nagyon jól működünk. Meg kell kérdeznem az Andit, mert azért a testvér az mást érez, és máshogy érez.
lesznek ők még minden szempontból egy pár? Jaj, Laci, ne bulvárosodjál már el, azért nem, jöttem be, hogy... Persze, mert holnap utána megírják, hogy Kucsoló, Gaborus, Tapai, Szabina együtt van, mint hogy megírják. Vettem egy eljegyzési gyűrű, amit magamnak vettem, azt is megírják. Mindent megírnak, drága Laci, imádlak, hogy így kérdezel. De mi lenne, hogyha hagynád a testvéredet... Nem szokott. Nem, engem ez nem szokott. 38 éve így működik. Csendes társ. Én ebben az üvöltésben én remekül élek, és... Ja, tehát ez egy életen keresztül. Komfortos helyzet nekem, igen, amikor így csiripel a fülembe. Annyit tudok mondani, hogy én remélem. Tehát tényleg én is azt látom, olyan szépen beszélnek egymással, egyszerűen a harmónia van, úgyhogy én nagyon remélem, hogy egyszer igen. Egyébként testvérként te mióta tudsz a Szabina mellett állni, akár a nehéz helyzetekben is? Én azt gondolom, hogy mindig próbáltam, talán én mindig igyekeztem úgy mellette lenni, még kézilabdás korunkban is emlékszem, hogyha valaki őt mondjuk bántotta a pályán, biztos, hogy az volt a következő, hogy oda mentem és leütöttem. Bementél a pályára? Mondjuk, ő is kézilabdázott, és volt, hogy egy csapatban játszottunk, igen, és akkor szóval törlesztett. Azért ezek a támpaiak ilyen finom, drág, tehát ilyen aranyos, az egyik a sikol. A másik agyonveri a többit, meg egyáltalán a sport is, amit választottatok, az egy ilyen könnyű. Nem ő ilyes, nem ő szóval... Azért azért sokat finomodtunk mind a ketten. Teljesen. Egy év van csupán köztetek. Szabina miatt választottad a kézilabdát? Nem, igazándiból ez alap volt, mert anyu is kézilabdázó volt, apu labdarúgó, és a suli is, ahová jártunk, ott a kézilabda volt a fő sportág, úgyhogy igen, 6 éves korunktól így ebben nőttünk föl. Visszatérve Szabira, én azt gondolom, hogy mindig próbáltam mellette lenni, és ugye maga módján ő is, de szerintem soha nem voltunk ennyire szoros viszonyban, mint most. Az volt az érzésem sok-sok évvel ezelőtt, hogy ez egy ilyen se veled, se nélküled testvérpár, ugye? Az én kislányaimon látom azt, és körülbelül ez lehetett a mi kapcsolatunk is, boldogat az Andi, hogy kiskor különbséggel két lány, van egy erősebb személyiség, egy olyan lágyabb személyiség, és akkor mindig mennek ezek a kis adok-kapok, kis harcok, ugyanez van most az én gyermekeimnél is, és akkor nyilván abban azért úgy sérülünk, még úgy felnövünk, még benő a fejünk lágya, és rájövünk, hogy nem kellenek ezek a kis harcok, mert mindenkinek megvan a saját személyisége, egyénisége. Szerintem sokat lágyultam, és ez nagyon jó hatással volt a mi kettőnk kapcsolatára is, mert ugye nem kell mondanom, hogy én voltam itt az erősebb, hát kicsit jellem és személyiség, aki egy kicsit nyomta a húgyit. De te is így érzed? Muszáj megkérdeznem. Igen. Egyértelműen, ő volt az erősebb. De te miben vagy lágy? Mondjuk, mint a Szabina? Szerintem majdnem, hogy mindenben. Tehát, hogy én egy csendesebb, nyugodtabb, temperamentumú lány vagyok, nem szeretek annyira üvöltözni. Anya úgy szokott fogalmazni, hogy hát jöttél te utána, igen, elég hamar Andika, de hát Andikával semmi sem volt, hogy leraktam, és délután mentem, és még mindig ugyanott ült és játszadozott. Hát azért ez nem fett jó fénykra. Gyerekek, ha belegondoltok, milyen kontraszt. Az. Itt ül a Szabina, hogyha nem szólaltok meg, csak így ültök. Itt ül a Szabina, szőke, ártatlan, kékszemű, igen, ilyen arccal. Ott ül az Andi, aki ki van varva. Hát nézd meg a kezét. Most csak Andi lók ki, kezét, látnád, de jól leplezi. Igen. Tele van. És egyébként ő a puhább karakter. Igen. És aki nem ismer benneteket, csak egy képet lát, akkor azt mondja, hogy ő a vadóc, ő meg a lágy lelk. Volt az én vadóc korszaka, amiben így próbálkozott. Tínédzser korban, vagy inkább később? Lázad. Nem. Közel a 30-hoz. Nem, hát Tininek is volt, amikor tudod, anyának mondtad, hogy bakancsot veszel, meg nem tudom, ott is volt. Hát mindenki volt punk, meg deszkás. Hát én nem. Pacsi. Nem, nálunk tényleg az jelent. Miért? Te is volt? Punk bulikat szerveztem 15 évesen, imádtam. Őri. Üveges szemek, ilyesmi. Micsoda? Üveges szemmel néztek rám, láttam. Tombóvári punk Vanda. Megvan a főcím, köszi, Vanda, ezt vitted! Na, figyeljetek, nagyon mindent de mégis, mert hogy egyébként mi az igazi hajszínetek?
Az eredeti. A barna, nekem is. Tehát, hogy akkor, tehát a barna, barna lányok vagytok, amúgy csak te lettél szőke. Igen. Hát azonosult a... Jaj, köszönöm, Mugi. Te kis csípős nyelve. Látod, hogy ő is úgy megtalálta, hogy hogy kell engem néha elkapni, úgyhogy... Na jó van, gyerekek. Mi van a pasikkal? Nekem most kérték meg a kezemet. Gratulálok. Nem a felki. Két hete, hanem a Bodó Imi, aki a Fuss családfussban, ugye ő nyerte meg a csapatával a műsort. Úgyhogy mi most már egy párt alkotunk, és várjuk az esküvőt. És mikor lesz az esi? Nyár elején. Még nem kapta meg a brigáda meghívót, még apához is el kéne jutni. Hol történt a lánykérés? Hogyan? Hát nagyon romantikus volt. Igen, az eredeti terv az az lett volna, hogy Rómában akarta megkérni a kezemet, de nem túl titokzatosan szervezte ezt az egészet. És lebukott. De nagyon, és aztán ő érezte is szerintem, hogy lebukott, mert akárhányszor találkoztunk, mindig mondta, úgy is tudod, már nem is értem, hogy miért csinálom. És aztán a tizedik ilyennél mondtam neki, mondom, micsodát, az, hogy 23-án Rómában akarod megkérni a kezemet. 11-kor a krémi kótlára. És lesápolt, és nem lehet igaz, és teljesen kikészült, hogy én így rájöttem, és bár kaptam pár kedves bókot tőle, hogy nem csak szép vagyok, hanem okos is, és ő ezt nem hagyta annyiba, mert azt szerette volna, hogyha ez meglepetés, úgyhogy egy héttel korábban kérte meg a kezemet, egy barátunk koncertjén voltunk, és eljátszották, mintha őt felhívnák énekelni a színpadra, ami egyébként nem lett volna meglepő, mert szilveszterkor is énekelt egy dalt, és én azt hittem, hogy biztos emiatt, de aztán végül írt nekem egy verset, és azt szavalta el, és akkor... A színpadon? A színpadon, úgyhogy egy 200 ember előtt így letérdelt, és megkérte a kezem. Ilyen romantikus. Szereted a sógorodat, én láttam a videót, és bekönnyeztem, hát annyira romantikus volt, hogy jó, mi most is könnyezik. És hogy ismerkedtetek meg? Mi egy keresztény közösségben járunk mind a ketten élőhitűek vagyunk, és ott, úgyhogy ez nagyon, a sors így. De és ez első látásra szerelem volt, vagy pedig megismertétek a közösségben jobban egymást? És... Inkább ez, hogy megismertük egymást a közösségben, ugyanis amikor én bekerültem, akkor nekem még más párom volt, szerepeltem ugye egy tévéműsorban, ahol választottam valakit. Így van, ezt mindig mondhatjuk, igen, mindenről lehet. Igen, Szindli vagy Svindli volt vagy a Viaszat Hármányban. Igen, és ugye ott én Dejánt választottam, és általa kerültem be ebbe a keresztény közösségbe, ahol én is megtértem, és mi mondjuk pár hónap után szétmentünk, mert nagyon nem illettünk össze így a kinti életben, de Imit akkor már megismertem, és egy baráti körbe tartoztunk, és ez egy ilyen lassú folyamat volt, meg azt is nagyon tiszteltem benne, hogy először Dejántól engedélyt kért, hogy udvarolhat nekem, és akkor elkezdtünk beszélgetni, úgyhogy nagyon... Ez nagyon elegáns és lovagnes. Én emlékszem, ugye a Fuss család Fussban szerepelt az Imi, és neki volt, és ő is szereplő volt, egy terápiás kutyája. Igen. Megvan még? Pihe. Igen. Pihe. És megvan még, és csodálatos kutya. Én? És én még arra is emlékszem, ami kevésbé romantikus, de akkor az Imi, az ne, semmi más nem evett, csak csirkét és rizst. Még mindig megvan a csirke rizse. Azóta továbbfejlesztette. És neked is az kell lenni? Hát nézd, milyen csini. Mert ugye az Imi testépítő bajnok. Igen, igen. Most már azért nem, ő odafigyel a táplálkozásra, de azért nem versenyszerűen, azért ő is rájött, hogy ezt nem lehet egy életen át csinálni, és sokat leadott a, hogy mondjam, az egójából, és most már inkább a lelkét és a szívét táplálja, és nem a testét annyira. Na és nálad mi a helyzet a pasikkal? Én Szabinám. Hát nekem van egy csodálatos pasim, egy 10 éves Beni nevű pasim, akiért oda meg vissza vagyok, de ha látnám, van. Csodálat, hát tudom. Hát úristen, szerelmes vagyok a fiamba egyébként. Jó, az apja de, is egyébként, csak hozzátett. Elég erős lesz. De akkor ne a fiunkba és a lányainkba is. Igen. De hogyha látnátok, tehát iszonyatosan értelmes, imádnátok vele beszélgetni, nagyon szeretnek a felnőttek. Legközelebb hozod.
Megbeszéljük az apukájával, ezt megtárgyaljuk, eldöntjük, jó. Hogy ez, mert van erről egy álláspontunk, nem igazán szerepelnek a gyerekeink, és ezt főleg azóta, mi az a Bence iskolás lett, de megbeszélhetjük, jó. Mert egyébként nagyon tetszik neki a youtuberkedés, nagyon jó a beszéde, nagyon jól kommunikál, nagyon tetszik fotizik, neki. Ugye? Egyébként fotizik. Milyen poszton? Hát ott még ott mindenféle poszton szeretne csatán lenni, de olyan középpályán mozog, mert egyébként jól osztogatja. Volt egy időszak, amikor kézilabdázott is, és ott például nagyon jól osztogatta a labdát, meg nagyon jól. Akkor forgató lesz. Iszonyatosan motiválja a csapattársait. Kimenjünk egy foci meccsre, és gyerünk srácok, és akkor passzolj, és akkor te ezt csinál. Hát irányít, hát igen, van egy kis... nem andítói öröksége. Vajon? Szóval, hogy... Ki érti ezt? A Benni szenzációs, így 10 éves korára azt mondom, hogy imádnátok ti is. Hát már iszonyúan fejlődött, ez komolyan mondom. Én? Igen. Fölteszek egy kérdést, és úgy kerülött ki, mint a legnagyobb. Acsi! Nagyon rutinosabb lett. Szóval? Benni van az életemben, és az apukája. Igen? Mind a kettőtöket nagyon kedvelek. Ahogy mi is. De jó, köszönöm. És csak az Andihoz tudok kapcsolódni. Hagyjátok már ezt abba. A jó Isten is egymásnak teremtett bennetek egy gyereket. Amen. Tehát, ugye? Úgy van. Jó, akkor hazamegyek, és akkor ezt megtárgyalom ezt vele most, jó? Meg hogy megmondom. Mert ma pont találkozunk. Nyugodtan mondd el, hogy a vénember presszionál. Jó, hányszor váltál el? Tessék? Csak háromszor váltál. Biztos behívjuk a fiával? Ki mondta neked? Te most nem rólam beszélgetünk, rólad beszélgetünk. Azt mondtam, hogy valami izgalom is legyen már ebben. Várja. Én háromszor elváltam. Te egyszer se váltál el. Ki tudja. De tudom, mert nem váltatok egyébként el. Azt megbántad, kicsi, hogy nem. Elváltál? Nem, egyébként tényleg nem. Megbántad? Nem, egyáltalán nem bántam meg. Én halálosan jó viszonyban vagyok. Minden volt feleségemmel, gyermekeim anyjaival. Csak mindig az volt az érzésem, a sok-sok év alatt, amióta láttalak, figyeltelek, néztelek, hogy minden mellett ti valahogy... Az angol mondja good match. Ez egy ilyen, nem tudom, borsó és héja. Valóságos az, hogy iszonyatosan jó kapcsolatunk, tényleg jól működünk együtt, mint szülők, aztán, hogy lesz ebből valami, vagy nem lesz, hát ki tudja. Soha nem mondasz, hogy soha, én már tényleg ezt mondom. Igen, nem egyszer, nem kétszer. Itt-ott összefutottunk, láttalak, találkoztunk, itt ültél a stúdióban, és egy folyamat, ne haragudj meg, hogy ezt mondom, és ez nem fizikai megjelenés, hanem kisugárzás, sokszor, sokféleképpen nem néztél ki jól. Tehát nem voltál jól. Hát nem, hát nyilván az így ember van. Lelke, ha nincs jól, az viselés. A kocsival futottam a Margit-szigeten. Ő sem volt jól. És a kocsi sem volt. Majd bejött ide, és azt éreztem ebből az emberből, hogy köszi, ez most jól van. És rólad is most azt érzem. Köszönöm. Köszönöd szépen, te jól egyébként vagy. Tényleg, egyébként mind a kettőtől. Ezt akartam én is, bocsánat, itt beszúrni, hogy az Andival is mi néhány évvel ezelőtt találkoztunk egy tévéműsor kapcsán, egy casting helyzetben, szituációban, és akkor nem voltál olyan jól, mint amilyen jól ez most vagy. Ez ugye ez egy ilyen 3-4 éve lehetett. Igen. Körülbelül. Igen, nekem úgy érzem, hogy teljesen így helyreállt. Ehhez az kellett, hogy megtaláld az imit, vagy megtaláld azt a közösséget is, vagy a kettő összefügg? A hit, az Isten hit, igen, az engem teljesen így egyenesbe rakott, úgyhogy. És az onnan jött csak, hogy a másik tévéműsorban megismerted a volt párodat, vagy már korábban is már előtte érdekel? Pár évvel nekem volt egy nagyon jó barátnőm, és a férjével ők egy nagyon-nagyon jó példa voltak előttem mindig is, és amit úgy hiányoltam is a jelenlegi társadalomból, hogy szépen beszélnek egymással, úgy tisztelik egymást,
úgy rendben van a család, az igazi értékek a fontosak, és nem a képmutatás, és akkor én kérdeztem tőlük, hogy mi olyan furcsa bennetek, nyilván a jó értelemben, de hogy... Tehát neked jó kedve. Olyan jó. Normális. Magyarországon ez nem jellemző. De akkor értitek, és ők mondták, hogy hát, hogy ők megtértek, ők keresztények, és hogy nekik így az Istenbe vetett hitük, ez teljesen átalakította az életüket, és hogy higgyem el, hogy ezzel is megtörtént. És akkor én még ilyen nagyon, hát én ateista voltam, tehát hogy én sem... Igen, hogy ezt akartam, hogy nagy utat kellett bejárni? Nagyon, én semennyire nem hittem. És viselkedésben, amire utaltál, elröhögtétek, hogy a korai 30-as éveidben voltál vadóc, kevésbé, mint kamaszkorodban, de mondjuk, igen. De mondjuk az mit jelent, hogy a 20-as éveidben téged hogy képzeljünk, milyen életet élt? Hát a 20-as éveim végén, mert ugye még élsportoló voltam, aha, addig azért én is csak... Az is csak egy jó világ, na hát. Jó, de az keretek között tart. Igen, de utána azért én rengeteget buliztam, meg mentem, meg én elkezdtem elhinni tényleg így a mai világnak azt, hogy egyedül is jó, meg kemény csaj vagyok, meg majd én egyedül fönntartom magam, meg, tehát hogy beleestem ebbe az őrült gondolkodásba, amit szerintem most minden nőre megpróbálnak így rányomni, hogy igen, karrierista legyél, meg nem is kell férfi, és én így éltem az életemet, hajszoltam a pénzt, rengeteget dolgoztam, melomániás lettem, tehát hogy egy olyan ördögi kerékben igen voltam, hogy tényleg egyszerűen egy olyan nyugalom van most, és kiegyensúlyozottság az életemben. Hát én elmondom neked, hogy amit a Tomi említett, ez az Exatlonnak a castingja volt, amire téged behívtunk, és én, mint szereplőbe, de ezt te tudod is, a képbe a Tomival együtt beleszerettem, és azt mondtam, hogy na ez a nő kell. Ez a nő akkor... Egy vadállat rocker volt kinézetre, egyébként a saját fitness stúdióját egyedül a két kezével menedzselő kemény üzletasszony, aki büszke volt arra, hogy saját maga felépítette a saját házát, tehát mindent elért egyedül, magunk között szólva, szereplőnek zseniális lettél volna. Az lehet. De elmondom neked, hogy végül is azért nem választottunk ki, mert ugye volt fizikai teszt is. Így van. És dacára annak, hogy fitness stúdió volt, nem voltál harmóniába a saját testeddel, mert túlsúly volt rajtad. Mert a pályán elfáradtál, lassabb voltál, és nem akartunk kitenni olyan helyzetnek, hogy olyanok között kelljen létezned, akik sokkal jobb akkori, abban a pillanatban formában voltak, mint te. Na ehhez képest most mondjuk 2-3 évvel később itt ül velem szembe egy ifjú hölgy, aki a ritmusa megmaradt, mert azt nem tudod elveszíteni. De teljesen más életet él, teljesen más fontos neki, és teljesen másképp mosolyog. És fele akkora. Nincs túlzás. Fele akkora, így van, Szabina? Ez teljesen. Mint akkor volt. Így van. Harmónia, diszharmónia. Így van. Nagyon rengeteg stresszel is járt azért az akkori életem, illetve az nem én voltam. Tehát annyi mindenbe kerestem önmagamat, meg a boldogságot, és nem is sikerült megtalálni. Tök mindegy, mennyi pénzem volt, tök mindegy, hogy hova utazgattam, tök mindegy, hogy hány barátnőm volt, vagy volt-e pasim, vagy nem. Soha nem éreztem ezt a fajta örömöt és békét, ami most a szívemben van. És én még arra is emlékszem, egy még korábbi tévéműsorban, az Édeséletben, amikor együtt dolgoztunk a Szabinával és a Kucsival, hogy akkor meg, mintha éppen nem lettetek volna annyira jó viszonyban. És az már azért bőven felnőtt korotokban volt. Ott az volt, bocsánat. Hány éve? Nem, csak ezt szeretném kérdezni, hogy ez a hullámzás, ez hogy ott például együtt indítottunk egy fitness stúdiót, tehát amit Andi most csinál, végülis ennek a kistes az elődjét. Együtt csináltuk, és hát rá kellett jönnünk, hogy az nem működik, hogy mi együtt dolgozunk, mert ahogy itt az előbb már említett, azért mi ég és föld vagyunk. Tehát a viszonyunk jelenleg már tényleg tök jó harmóniában van, de egyébként, mint emberek, ég és föld vagyunk. Tehát ahogy ki is nézünk, mi ilyenek vagyunk,
És meg kellett tanulnunk, hogy mi hogy tudunk jó testvérek lenni. Nagyon jól neveltek a szüleink, tehát a rendszer, meg a, hogy néz ki egy testvéri kapcsolat, az megvolt. De ebben mi nem jól működtünk, és ezt ebbe bele kellett tanuljunk, hogy hogy működtetjük jól a testvéri kapcsolatunkat, na hát nem azzal, hogy együtt dolgozunk, tehát az egy ilyen olaj volt a tűzre. Igen. És akkor azon, hogy rájöttünk, hogy ez nem, és akkor Andi vitte tovább az egészet, inkább egyedül csinálta, meg ott nyilván én is teljesen, ott nagyon sok voltam, az egyébként az édes élet, azt a Gábor is említette. Igen, nem szerettétek annyira. Figyelj, nem. Én azt gondoltam, hogy azzal én őt kirángatom egy olyan dologból, amiben ő akkor úgy beleesett. Egy depresszió. Igen, és azért egy mély depresszióba volt, mondjuk ki egyébként akkor, ez így publikus. És azt gondoltam, hogy ez majd megint ad egy kis rendszert. Csak hogy én mellette ugye kézilabdáztam. Üzemeltettük a stúdiót, közben bevállaltuk az édes életet, tehát én pörögtem, de volt, hazamentem, edzésről rohantam, hogy odaérek idővel, azt mindenki, tévés szakma, hát ugye nektek nem kell, marhára ráért. Én meg hazajöttem, azért rohantam Fehérvárról vissza, hogy akkor forgassuk, csináljuk, és ez egy olyan feszültséget generált. Más ritmust éltél. Teljesen. És ez a ritmus volt ebben a kapcsolatomban is, a Gáborral való kapcsolatomban is, és meg kellett tanulnom nekem például nemeket mondani, elengedni dolgokat, nem véletlen nem láttok most nagyon tévéműsorokban, nem azért, mert nem hívnak, mert egy az, hogy már mindenbe bohóckodni nem akarok, mert már elég sokba csináltuk, valljuk be. Jól megy. De nekem nem tudott nemet mondani. Nagyon élveztem, de már nem mindenre mondok, nem akarok már. Tudnám én azt a Szabinát előhozni, nyilván nincs olyan mélyen bennem, de nem az vagyok, nem akarok. És ez nem okozott közöttetek feszültséget, hogy mondjuk a Szabina ismert lett? És hamarabb lett ismert, mint ahogy te is szerepeltél volna? Nem, mert én soha nem akartam egyébként szerepelni. Szerintem ezt még lehet, hogy akkor is mondtam igen, nektek. Igen, igen, mondtad. Hogy megmondom őszintén, engem annyira nem érdekel. Igen, mert te nem jelentkeztél, ezt el kell mondani, mi kerestünk igen, meg téged. Igen, igen, de és éppen ezért soha nem volt bennem ilyen érzet, hogy én azt az életet akarnám élni. Ez mindig is neki állt jól, neki van ez a fajta személyisége, ami ezt úgy, nem tudom, szereti, meg kedveli. Úgyhogy nem, inkább tényleg a különbözőségünk az, ami így éket vert közénk. És én még állítom, hogy tényleg a két kislánynak a megszületése az, ami a Szabinán rengeteget finomított. Ez egy tükör? Egy tükör is mondjuk volt. Mondjuk a ti kapcsolatotok szempontjából. A tükör az, ami Illánál jött, a középső lányom, hát az... egy az egyben én vagyok. Az a csúf tükör, tudod, amikor így... Jézusom, én ilyen voltam, te jó Isten! Anyu azt mondta neki, hogy most visszakapsz mindent. Az anyukám, aki egy tündéri nő. Na visszatérve, és utána pedig hát két és fél évvel rá jött a Bella, és ő meg egy ilyen angyalka. Az Andi? Igen. És őre mindig azt mondja, hogy angyalka szállt le közé. Most mondjuk 2-3 között egy kicsit bontakozik ki, de hát azért az életkori sajátosság. Tehát itt azért most egy kicsit feszülünk, de nem, de tényleg egy ilyen angyalka szállt közénk. Te esküszöm, ő Isten ajándéka, de komolyan, tehát hogy ezt érezted, hogy azért ott ő pont akkor érkezett, amikor ott kemény időszakban voltunk, és mintha ő tudta volna, hogy én csak jó lehetek, de komolyan ezt szoktam mondani. És valahogy tényleg a lányok érkezése lágyított rajta mindig, meg hát gondolom a korom is, tehát én olyan 30 fölött kezdtem el érezni, hogy már nem biztos, hogy ez mindig kell, ez a nagy hebrencs, meg nagy attitűd, meg ez a tarolás, igen, vagy nem tudom. És ez neked nagyon tetszik, és úgy látom, Andi. Abszolút, de azért nekem is kellett fejlődnöm, mert én meg azért sok mindent nagyon érzékenyen vettem, egy idő után már mindenre ugrottam, és nekem visszatérve megint a hit segített abban, hogy elengedni, megbocsátani sokkal jobban tudok, és egyszerűen már teljesen más szemmel tekintek rá, és már nem feszülünk egymásnak, már nem, tényleg nem szólunk be se csúnyát, se semmi, szóval nekem valahogy tényleg így a hit segített. De nálunk valahogy azért olyan rossz nem volt, mint amit mostanában lehet hallani, egy ekkora testvér párharcok vagy ilyesmi. Megvoltak azok a testvéri viták. Ez egy hullámzó kis, igen. Hadd kérdezzem még meg a hittel és a megtéréseddel kapcsolatban, hogy
Ti, a család mit szólt ahhoz, ami most Andival történt az utóbbi időszakban e tekintetben? Mert ugye azt mondta, hogy ő ateista volt. Hát nem az tudom, egész családunk család, Isten család... igazából. Úgy nem igazán foglalkoztunk, én hittanórára se szerettem járni egyébként. Én sem. De te sem. Abszolút láttuk ezt a óriási változást, és támogattuk ki, hogy mi is egy kicsit belevetettük magunkat, tehát most nem tudom, melyik családnál, mindenkinél van otthon egy biblia, azért azt forgatjuk, és látjuk, hogy ők is hogy épültek ebbe, úgyhogy mi abszolút így mellette. Bocsánat, van. Magad mellé nézel, és látod a pozitív hatást. Az ebben a pillanatban, ha más nem is az emberben, elindul a kíváncsiság. Persze, hát a kíváncsiság, nem a nyitottság, nyilván ez a kulcs, tehát tényleg azért ütött ez szöget a fejembe, mert ugye te mondtad ki azt, hogy ateizmus, tehát hogy, vagy legalábbis a nem gyakorló Isten hívőként. Igen, de közben meg pont a Gáborra is szoktunk erről beszélni, hogy sportolóként, meg azért hiszel Istenbe, meg, mert ott vagy mondjuk egy helyzet előtt, és akkor azért szoktunk imádkozni, vagy úgy, még nem biztos, hogy tudjuk tudatosan, hogy hogy kell csinálni, de szerintem rengeteg sportolóban, vagy akár most a fiamra gondolok, mindig, ha valami kell, akkor drága Istenem, most segíts nekem, ugye? Ez így elhangzik a szájából, tehát úgy azért szerintem sok sportoló hisz Istenben meg a létezésében, és tehát nem állt ez így távol tőlünk egyáltalán. De most ugye Andiról saját bevallása szerint is annyira mélyen gyökerezik mindez benned, hithű keresztény vagy, hogy feltételezem, hogy a közelgő esküvőig akkor testiségnek sincs helye. Nincs. Tehát Bodó Imivel csupán a nász éjszakán érintitek egymást. Így van. Milyen szépen fejeztem. És akkor nem is éltek együtt? Nem. Aha. Az is majd csak az esküvő után is. Nem azért, mert ez egy szabály, vagy egy törvény, hanem azért rá kellett jönni, ahogy én is ugye egyre többet olvastam a Bibliát, hogy azért vannak ott ezek a dolgok leírva, mert megóvni akar minket az Úr, nem keretek közé zárni, hanem én például a múltamból pontosan tudom, volt sok testiség az életemben, és hogy mennyire tönkretették a lelkemet, és hogy mennyire rossz élményeim is voltak ebből adódóan, tehát hogy ez inkább egy ilyen védőpajzs, és nem pedig egy szabály. Ezek szerint ti azért a hit mentén rendkívül tudatosan építitek föl, és megőriztek bizonyos lépéseket. Tehát nem átrohantok valamin, hanem lépésről lépésre építkeztek. Igen, és ettől olyan csodálatos, és soha nem is volt ilyenfajta ismerkedésem, és pont emiatt, hogy nincs benne a testiség, már most úgy érzem, hogy sokkal szilárdabb lelki kapcsolatban vagyunk, mint én valaha, akár több éves kapcsolataimmal, mert csak beszélgetünk, és megismerjük egymást, és érintünk nehéz témákat is. És emiatt nincs esetleg benne, vagy szerinted emiatt nincs benne kockázat? Mert mire oda juttok, addigra már annyira fogjátok egymást ismerni? Így nem van. Lehet benne kockázat? Én biztos vagyok benne, hogy a testiség az akkor szép és akkor jó, ha két ember megismerte egymást, és ha szeretik és tisztelik egymást, akkor bármi lehetséges. Ez a, hogy jaj, nem lesz rossz, vagy nem félsz attól, hogy rossz lesz, ugye nyilván ettől ezt sokan kérdezik. De ez butaság, ez azok kérdezik, akik ugye sok egyészakás kapcsolaton vannak túl, ahol nulla ismeretség van, persze, hogy lesz rossz. De az, amikor mi megismerjük egymást tényleg töviről, hegyire, és ugye a Biblia azt is mondja, hogy nekünk az első, hogy a másiknak jó legyen. Nem az első, hogy mit akarok elvenni a másikból, a testiségen belül sem, hanem az, hogy mit adhatok neki, és hogyan tehetem boldoggá. Ez közös döntés volt egyébként, ez a folyamat ábra, amit felrajzoltatok? Igen, igazából ez már akkor tudtuk egymásról ezt, mielőtt még elkezdtünk volna ismerkedni, mert mi azért már egy fél éve abba a közösségbe jártunk, és ő tudta rólam, hogy én ehhez szilárdan ragaszkodom, miután én bemerítkeztem, és én is tudtam ő róla, hogy ő is a bemerítkezése óta tartja ezt, úgyhogy ez szerintem fontos is volt a választásnál is, mert ez egy olyan érték volt, ami nekem számít. Ugye ott ül melletted a testvéred, van három gyönyörű gyermekük, akiket valószínűleg te imádsz. Igen. Valószínűleg te Már akarod? De jó. Igen.
Igen. És ez is érdekes, mert soha nem akartam gyereket. Szintén valószínűleg ez a társadalmi nyomás, hogy önzők legyünk, magunknak éljünk, majd én utazgatni fogok, majd nem tudom, dolgozni fogok, nekem nem fér bele egy gyerek az életembe, különben is milyen pasik vannak, mert én vagyok a kemény csaj. Tehát, hogy tényleg annyira torz képem volt magamról is és a világról is, ami most már kitisztult, és pontosan tudom, hogy egy nőnek ez valamilyen szinten tényleg a szó legszebb értelmében mondom, hogy szerepe. Tehát egy női szerep az igenis fontos. Te és is várod már, hogy vigyázhass majd azokra a picikre, ugye? Nagyon. Meg az anyukám. Mert hogy az... Ők lesznek a koszorús lányok, Belláék? Ők fogják szórni majd a virágokat, mielőtt bevonulnak. Meg a Benike meg elvileg a gyűrűt viszi. Oh. Bizony. Bizony, és majd valahonnan kerítek egy tanút, de megtudtam az újságból, én leszek elvileg a tanú. Úgy gondolta tesó, hogy ez olyan egyedi meghívás a tanúságra. Beírtam a közös csoportba, hogy figyelj már, most akkor én leszek a tanú. Igen, gondoltam, ez olyan vicces. Mondom, ja, igazából mondom, jó. Egy év van köztetek, de hát te vagy a nagyobb. Tehát te vagy az idősebb idézőjelbe. Viszont most lett egy érzésem, ahogy az Andi beszélt, hogy szerintem először vagytok abban a fázisban, hogy elkezd ő beszívni téged. Tényleg akkora nagy változáson ment keresztül az Andi, és ezt így látja az egész család is, és a fő kérdés most ebben, ami itt felmerült, ez pont tényleg a gyerekvállalás volt, hogy anyukám már mondta, hogy ki fogja kihordani az ő gyerekét, meg már minden opció felmerült, mert nem volt pasi. Tehát anya már például ezen így frusztrálta egy kicsit Andit ezzel, hogy hát Szabika, te már megvagy, már férj, pipa, gyerekek, pipa, te már többet nem szülsz, remélem, tudod. Anyám azért egy vezető típus, volt itt a rölkönöm. És tényleg annyira jó irányba mozdult el az Andi, hogy én szeretem őt hallgatni, ahogy beszél, meg az, hogy gyereket akar, hát ez csodás, mert sose tudtam igazán, szerintem nem is lehet elmagyarázni, hogy mit érez egy nő, amikor anyává válik, mert ezt nem lehet szerintem leírni azt az érzést, amikor anya leszel. És én azt annyira szerettem volna, hogyha ő ezt egyszer megérzi, és tudja, hogy úristen, ez a világ legnagyobb csodája, meg a gyerekeid a világon a legfontosabbak számodra, és örülök, hogy végre így gondolja ezt. Mert hogy így az anyaság nyilván nekem három gyereket fontos számomra, és szerettem volna, ha ezt ő is érzi, hogy milyen. Ugye ezen a bizonyos, már többször említett Fuss család, Fuss című sorozatban az egyik csapatnak az edzője a Szabina volt. A másik csapatnak a párod, a Bodó Imi. Igen. És ennek mit tudom én, mennyi? Négy-öt éve hát amikor volt. 5 éves a Milla, tehát igen. 4 éve lehetett. Igen, olyan egy körül volt, amikor... Igen. Hogy milyen gyerekek az élet. Hogy? Ha én akkor... 4 évvel ezelőtt, amikor az egyik csapatot a Bodó Imi irányítja, a másikat a Szabina, mutatok egy képet a jövőből, hogy 4 év múlva itt ülünk, és figyelj, Szabina! Neked már 3 gyereked lesz. Igen. Neked lesz 3 gyereked, és a Bodó Imi, aki ott áll melletted, lesz a vőlegény. Ez milyen? Igen. Hogy tudtad? Gyönyörű rendező. Ő a kiválasztott. Fú, most ezen gondolok, így valahogy, hát valaki mesélte, hogy hallottad, hát mondom, mit? Hát, hogy itt már nagyon előre haladott a dolog, meg mondom, kivel? Hát mondom, még most volt vége a Dejannal, és már bocsánat, de hát így, és akkor így elmesélték egy koncerten, igen, voltunk egy koncerten, és ja, hát mondom, nem tudom, majd holnap megkérdezem a tesót, és akkor igazából mentem hozzá edzeni, mert ugye én hozzájárok edzeni, szóval azért uralkodhat felettem heti 2-szer 20 élheti percben. Az, igen. Hát a visításairól ne beszéljünk. Azt a fiúk ismerik. Azt még tartogatja ezekre. Igen. És egyébként én nagyon meglepődtem, de ismerve őket, nagyon hasonló és nagyon egyforma emberek, azt kell mondanom, hogy nagyon összeillenek. És
emiatt is van az, hogy én értem, amit ők képviselnek, meg amifelé mennek, mert abszolút két nagyon hasonló embert látok, aztán majd kiderül, hogy később ez a két nagy hasonlóság, ez mennyire lesz tényleg gyümölcsöző és tökéletes, vagy nem, de én remélem, hogy ez jó lesz. Jól van, gyerekek. Egyrészt nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük. Őrült jó volt látni benneteket, meghallgatni. És nem szabadoltak tőlünk, mert hát mind a két élettörténetet végig fogjuk követni, tehát figyeljetek, jövünk. Köszönjük. Hát ha Bennivel is. Köszönjük szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.